egy eklerfánkot készítettem. Nagyon szép különben, hogy ugye rajta van a kis crumble, hogy ne repedjen szét, mint a klasszikus eklerfánkunk. Amúgy nagyon finom, és nagyon szépen van betöltve, nagyon szép az egész süteményed. Finom a süti, jó az íze. Köszönöm szépen. Részlet a Baranya megyei rendőrfőkapitányság videójából. A Zsaru szelet értékelőjén készült ez a felvétel. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság Zsaru szelet készítő versenyt hirdetett az élelmiszeripari és vendéglátás területén tanuló fiatalok részére. Összesen 18 pályamű érkezett az ország minden tájáról, ezek szebbnél szebbek és finomabbnál finomabb sütemények voltak, mindegyiknek volt valami rendőri jellege. A zsűri elnöke Juhos József, Joci séf volt, a zsűri tagja pedig Snopek Veronika, rendőrfőhadnagy. Ők bírálták, illetve a jövőbeni hasznos tanácsokkal segítették a fiatalok munkáját. A baranyai rendőröket pedig Hadra Petra rendőrfőtörzsőrmester, a siklósi rendőrkapitányság munkatársa, valamint Vég Szilárd rendőrzászlós, a szigetvári rendőrkapitányság munkatársa képviselte. Adunk egy emléklapot, és gratulálok! A kóstoló után eredményt hirdettek. A verseny fődíját, a 300 ezer forint értékű ajándékkártyát Nagy Alexandra pályaműve, a Zsarufánk nyerte.